Csak a harmadik meccsen dőlt el az NB1-es futsalbajnokság bronzérmének sorsa, ugyanis addig mindkét gárda megnyerte hazai mérkőzését. A sorsdöntő derbin a Haladás volt a házigazda, ennek ellenére a találkozó 13. percében Pál góljával a vendégek szereztek vezetést. Nem sokáig örülhettek a dunapartiak, ugyanis Öreglaki szinte pillanatokon belül egyenlített. Az 1-1-re végződő első félidő után alaposan felkörögtek az események, a dunai városiak két gyors találattal megléptek 3-1-re, szerencsére drót találatával meccsben maradtak a vasiak, akik a találkozó utolsó 3 percében óriásit alkottak. 3 gólt szerezve fordítottak, és 5-3-ra megnyerték a mérkőzést, és ezzel együtt a bajnoki bronzérmet is. Mind a két csapat úgy állt ehhez a mérkőzéshez, hogy ez egy igazi bronzmérkőzés, mind a kettő csapat megérdemelte, hogy itt van, harmadik helyért küzdöttünk, mind a ketten megtettünk mindent, ők is, mi is. Gratulálok a Dunafernek is, hogy eljutott idáig, és én azt mondom, megérdemelte a mi csapatunk, mi voltunk jobbak a végén. A bronzmérkőzésen ült utoljára a Haladás kispadján Túlzó József, aki a magyar futsal válogatott szövetségi kapitányaként folytatja pályafutását, és egy időre szünetelteti klubedzői tevékenységét. A szakember minden kétséget kizáróan aranybetűkkel írta be a nevét a zöldfehérek történelem könyvébe. Nagyon nagy izgalom volt bennem, nagyon nagy feszültség, mert szerettem volna feltenni az ira pontot. Nagyon jó, hogy a Haladás történelembe is sikerült beírni magamat, azzal, hogy a legsikeresebb évet tudtuk le, de ez az egyéni érdeken kívül a csapaté, minden egyes játékosé, vezetői, szurkolói, ez a siker. A Haladás játékosai szabadságot kaptak, de a vezetők már munkálkodnak a keret átalakításával kapcsolatban. Az már biztosnak tűnik, hogy Túlzó József helyére egy szerb vezetőedző érkezik. Információink szerint biztatóan alakulnak a Drót Zoltán megtartásával kapcsolatos tárgyalások is.